Én nem hiszek az ilyesmivel, attól félek, hogy mellékhatásai lesznek. A megkérdezettek véleménye nagy mértékben eltér. Akadnak, akik nem veszik fel, de olyanok is, akik még nem hallottak arról, hogy mikortól is lehet oltást igényelni. Nem informálódtam erről abszolút, lehet, hogy jó dolog. Még meglátom a későbbiek során. Nem potrebno treba to. Ima nekih narednih lekova, pa grip neće, malo kuvane rakice, vina i slaninice belog luka i to je to. A városi rendelőkbe ma már folyamatosan érkeztek páciensek a védőoltás felvételére. Legnagyobb számban idős emberekről van szó. Fontosnak tartom, pláne az embereknek, akik idősebb, mint 65 évesek, vagy valamilyen krónikus betegségük van, cukorbetegség, tüdő vagy szívbetegség, akkor a gyógyulás folyamat hosszabban tart, még komplikáció is fönnállhat. Az érdekeltek minden városi és külvárosi egészségügyi központban megkaphatják a védőoltást délelőtt 10 és 12, illetve délután 4 és 5 óra között. A gyerekek 18 éves korig az anya és gyermekgondozóban, az egyetemisták pedig a hallgatói rendelőben vehetik fel a vakcinákat az intézmények teljes munkaideje alatt.